Pénteken késő este a mentők riasztották a tűzoltókat ehhez a házhoz Gellénházán. Az egyik itt lakó férfit fürdés közben érte nagy dózisban szénmonoxid, ami az életébe került. A zalai katasztrófa védők a tragédia kapcsán a füst és szénmonoxid érzékelők fontosságát hangsúlyozzák. Idén 81 helyszínre vonultak a gyilkos gáz jelenléte miatt. Maga a szénmonoxid érzékelő azért is fontos, mert amikor mondjuk egy szobának az 1%-ában megjelenik ez a szénmonoxid, monoxid az gyakorlatilag percek alatt halálos lehet. Ez az eszköz azonban idejekorán hangos akusztikus jellel felhívja a figyelmet a bajra, akkor, amikor el lehet hagyni az ingatlan, vagy ki lehet szellőztetni. Ez már Gyenesdiás vasárnap, ahol ebben a melléképületben a feltételezések szerint vagy a gáztűzhely, vagy a fatüzelésű kazán robbant fel. Az ilyen esetek elkerülését szem előtt tartva Király Imre nyugalmazott tűzoltó minden évben szakembert hív, mielőtt begyújt. A gázkazánt is rendszeresen karban tartja, ugyanis, mint fogalmazott, ezek ellenőrzése életbevágó. Ugye majd főterülénye, ami meghibásodhat, egyszer meg is hibásodik, kazánoknál ugyanúgy lehet probléma. Már nálam is volt, hogy az égőtár fölött a szegácsék elváltak, és éppen mondta a szarádi, hogy jó, hogy hívtam, mert a szénmonoxid be tudott volna gyűnni a lakásba, tehát kártól csinálni. A kéménytüzek szintén a kelleténél több munkát adnak a lánglovagoknak, ezért ezeket is ajánlott évente átvizsgáltatni. A lakosság számára ingyenes kéményseprői szolgáltatás a 1818-as számon kérhető.